Abban a különleges helyzetben vagyok, mint a projektnek egyik, hogy is neveztük ezt, a főtitkár úr felügyelője, az egyik gazdája, hogy lehetőségem van meghallgatni minden felvételt. Tehát amikor én még másfél évvel ezelőtt azon gondolkodtam, hogy arany versekből majd egy önálló estet létrehozok, de hát az ebben a nagy arany felhozatalban jelig sikkadhatott volna, meg a lustaságom is közbeszólt, hogy nem jött létre. Most tudom pótolni azt, hogy gyakorlatilag az összes aranyverssel találkozom, vagy a jelentős nagyversekkel, amiket Kulin Ferencék kiválasztottak és beszerkesztettek, végighallgathatom őket kitűnő kollégák előadásában. Tehát ez számomra egy irodalmi továbbképzés. És ha gyökerek akarunk visszamenni. Volt egy fantasztikus magyar tanárom, és az itt ülök között van Sallai Júlia is, akinek szintén magyar tanár volt Verkei Imre bácsi a Ceglédi Kossuth gimnáziumban. Amikor ő beszélt aranyról, persze tinédzser korban az ember ezeket elengedi, és nem érzi azokat a súlyokat, amiket egy nagy műveltségű tanár elmond az embernek, felelőtlenül eldobáljuk ezeket a mondatokat, vagy nem figyelünk rá, és pont erre figyelmeztetett, vagy juttatta eszembe Zsoltnak néhány mondata, hogy igen, kamaszkorában az ember mással van elfoglalva. Igen, mi is mással voltunk elfoglalva, de valahol a tudatalattunkba biztos beült az a fajta rajongás és az a fajta elismerés, ahogy szólt Verkei Imre bácsi, a magyar tanárom Arany Jánosról. Tehát ez is biztos motiválta az ötletet. És még volt egy motiváció, és amit nagyon fontosnak tartok, hogy meggyőződésem, hogy nagyon sokan az országban nem tudnak arról, hogy működik, és hogy milyen színvonalon működik a Magyar Művészeti Akadémia. És nem csak a felnőtt társadalomra értem, és nem csak a művészekre értem, elsősorban a diákokra. És ez a honlap kiterjesztés, és ez, hogy nem CD-re fogjuk ezt kinyomni, és úgy juttatjuk el majd az emberekhez, hanem a honlapon keresztül egy kattintással gyakorlatilag kapcsolatba kerülhet a Magyar Művészeti Akadémiával. Ez nagyon fontos. Túl a tartalmi és túl az emocionális élményen. Ez is egy nagyon fontos feladata szerintem ennek a